idén reakcióit fogjuk megnézni. Ellenállja ütünk először egy kevés vizet, és ebbe a vízbe beleöntöm a brómos vizet. A brómos víz ugye jelenti a sárga szívét, ezután dobok bele kálciumkarbidot, és ugye rögtön látható, hogy eltűnt szinte azonnal a sárga szín, a brónak a színe, tehát ezek szerint ugye a fejlődő gáz, ugye a buborék fejlődés gáz fejlődésre utal, ugye acetilén, telítetlen szénhidrogén addíciós reakcióban megkötötte a brómot. Hát ezek után egy gázfelfogó hengerrel én ezt letakarom, és egy borszesz égőre is szükségem lenne. Várjuk egy picit, hogy a gázfelfogó henger megteljen, köszönöm acetilénnek. Közben meggyújtjuk, és megpróbáljuk megnézni, hogy vajon fejlődöttem el elég acetilén. Lángirányába tartjuk. És valóban megfelelő mennyiségű anyag keletkezett, ugye láthatjátok a nem tökéletes égés, ugye eredményeként kormos lett maga a gázfelfogó henger. Ezután pedig hát még folyik még mindig a gázfejlődés, de menet közben, hogyha felhaftan egy csapát akkor nagyon szépen látható, hogy rózsaszínű lesz az oldatunk, ugye a lúgos kémhatás a hidroxidionok jelenlétének köszönhető. Na hát, amíg megy a pezsgés, természetesen addig föl lehet fogni a gázt, úgyhogy lehet még vala akár egy picit kísérletezni, de ezt most nem.